Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár, Kolibri színház vár, Kolibri színház vár. Szeretettel köszöntök mindenkit, Farkas Évi vagyok, a Kolibri Színház művésznője. Most hallgassanak meg, hallgassatok meg egy érdekes mesét. Lackó Márta, miért ostobák a libák? Oroszlán ő felsége jókedvűen ébredt délutáni álmából. Ó, vár valaki kihallgatásra, kérdezte Párductól, a miniszterétől. Igen, felséges úr, a libák küldöttsége. A libáké? Na, bocsáss be őket, mondta, és várakozva nézett az ajtó felé, mert mi tagadás, ritkán látott libát. Heten voltak, 7 hófehér, piros csizmás, hosszú szárnyú liba. Gá, 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 felséges, jó reggelt! Gágogták a libák, ahogy szép libasorban a király felé járultak. Köszönöm, híveim, nézett végig, keftelve rajtuk az oroszlán. Mi jóban jártok errefelé? Gá, gá, panasszal jöttünk, felséges király, panasszal, gágogták a libák. Ha, halljuk hát a panaszt, biztatta őket az oroszlán. Vajon kibánthatott titeket, ti szelíd libuskák? Gá, gá, mindenki, felséges úr, mindenki a földön, de főleg az emberek, gá, gá. Az emberek? Gá, gá, úgy van, minden ok nélkül butáknak neveztek el bennünket. Buta liba, ostoba liba, már szólásmondássá vált az emberek között. És nem szolgáltattatok okot erre? Kérdezte az oroszlán. Gá, gá, soha, urunk, királyunk, soha még ebben az életben. Az oroszlán haragra gerjedt. Igen, ez így van. Az ember lenézi az állatokat. Gúny neveket aggat ránk. Amiket viselnünk kell, amíg csak élünk, azt mondja az ember, csökönyös, mint az összvér, ravasz, mint a róka, ostoba, mint a szamár, és mi nem kérhetjük ezt ki magunknak. Slám, most ezeket a fehér kis szárnyasokat illetik csúfszóval, pedig szépek, szelídek, és soha okot nem adtak erre a gúnyos jelzőre, sőt, még a történelemben, az emberek történelmében is neves szerepet játszottak. Sálából az ember ostobának nevezi őket. A király mind hangosabb és hangosabb lett, és beszédétől elragadtatva hatalmas ordításba tört ki. A lipuskák nem tudták, hogy ez a beszédhez tartozik, és ugyancsak reszkedtek félelmükben. Hát még amikor feléjük nyújtogatta hatalmas mancsait, ilyetten hátráltak, és szárnyukat rebegtetve készen álltak a menekülésre. Az oroszlán kissé zavarta a libák mozgolódása, de azért csak fokozódó erővel szónokolt. Ostobáknak nevezik őket, pedig ha csak rájuk néztek, láthatjátok, hogy okos kis állatok, apró szemük észt sugároz, és nézzétek csak domború homlokukat, hát nem tudomány ül mögötte. Ahogy hatalmas tenyerével a libák homlokára mutatott, közelebb lépett hozzájuk, mire a libák észvesztő gágozással menekültek. Az oroszlán harakosan mordult rájuk. No, hát mit féltek ti, ostobák? Mondta, s azzal már folytatta is beszédét. Mindenki láthatja, hogy okosak ők, és az ember mégis lenézi őket. Gúny nevet akaszt rájuk, ezt nem tűrhetjük tovább, ezt nem... Ebben a pillanatban észrevette, hogy a Párduc hangosan nevet. Hát te mit nevetsz, mi?
Hát, hogy felséges úr védi a libákat, és mégis azt mondta az imént, mit féltek ti ostobák? Az oroszlán elgondolkodott. Azt mondtam, hogy ostobák? Szóval azt mondtam, hogy ostobák. Hát, ha én mondtam, akkor valóban azok is, mondta az oroszlán, és elkergette maga elől a libák küldöttségét. Azóta is hiába keresik igazukat a libák.